Az Erasmus és más projektjeiről tartott sajtóértekezletet a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum hétfőn. A projektek célja többek között az iskola modernizálása, diákok és tanárok fejlesztése, illetve a figyelem felhívása a környezettudatosságra. 6 Erasmus projektben vesz részt idén a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum. Már lezárult a fogyatékkal élők felzárkóztatása projekt, amelynek az volt a célja, hogy az egészséges diákok átérezzék a fogyatékkal élők helyzetét. A digitális tanár projekt a tanárok körében a digitális eszközöket népszerűsíti. 2 olyan projektben is részt vesznek, amelyek a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra fókuszálnak. Ezek a Jövő időbe lépünk és az Urban Trees in a Sustainable City néven működnek. Emellett lehetőséget adnak a diákoknak olyan programokban is részt venni, amelyekben az informatika tudásukat fejleszthetik, ilyen a kristálytiszta elektronika, videó és az iskolától a webszakmáig. Az iskola igazgatója szerint ezek a projektek révén a diákok és a tanárok is hasznos tudásra tehetnek szert. Egyértelmű az manapság, hogy a jó gyakorlatok átvétele más iskoláktól, más országokból az egy nagyon fontos dolog, mert a tanügyi rendszer az jelenleg úgy működik, hogy jól meghatározott szabályok és törvények szerint, de ha a módszereket tanárkollégák nem újítják fel, akkor egyértelmű, hogy hiába van modern technikánk, ha továbbra is az, ami azelőtt 30-40 évvel működött, az fog működni a tantermekben. Az iskola más projektekben is részt vesz. A Smart Lab projekt keretein belül 2 modern technológiával felszerelt labort alakítanak ki az iskolában, és minden osztályban nagy teljesítményű számítógépeket és okostáblákat szerelnek be. Emellett gyakorló iskolává válnak, ami azt jelenti, hogy a magyar egyetemista hallgatók, akik a pedagógia pályára szeretnének lépni, elvégezhetik náluk a gyakorlatot. Illetve kísérleti iskolává válnak. Az 5. modulban a végzős tanulók csak az érettségi tantárgyakra kell majd bejárjanak. A többi tantárgyon online vehetnek részt. A diákok is kezdeményeztek egy projektet, amelyet EU-s pályázatból finanszíroznak, és a diákok edukálása és inspirálása a fenntartható élet felé a célja. Azért tartjuk fontosnak, hogy a fenntarthatósággal foglalkozzanak, mert nem közvetlenül az európai embert érinti a globális felmelegedés és klímaváltozás problémája, hanem más kontinensen élőket, viszont mi vagyunk az egyik legnagyobb termelői, például a széndioxidnak, és ugye ez a pályázat egy ilyen területi elosztás szerint jött létre, amelyben felmérték, hogy az Európai Uniós országokban hol nagyobb a széndioxid kibocsátás a szabályozásoknál. A projektben elnyert több mint 6500 eurót szelektív hulladékgyűjtőkre, kupakgyűjtésre és újrahasznosítható poharak vásárlására költenek el. Különböző eseményeket is szerveznek, amelyben a fenntarthatóságra hívják fel a figyelmet.